kolostornak épült, volt kastély, kaszárnya, hadikórház és ma múzeum. Valaha a környéken óriási szőlőtáblák voltak, illetve téglavetők, és itt van Óbuda egyik legnagyobb összefüggő zöld területe, angol parkja, de ennek az egésznek mi van a centrumában, mi a súlypont? A Kisszeli kastély, ami ma múzeum. A Kisszeli Múzeumnak helyet adó épület valaha a trinitárius szerzetese kolostoraként kezdte, aztán később lett benne kastély egy bizonyos Schmidt Miksa nyomán, ezért Schmidt kastélynak is hívták, és ma pedig a Kisszeli Múzeum számos állandó és időszaki kiállítás helyszíne. A környékről a 18. század elejétől érdemes mesélni, amikor Zichy Péter és öccse kápolnát építetett itt, amiben elhelyezték a csodatévő Mária Celli kegyszobor másolatát. Maga a kastély nem kastélynak épült, a Zichy család hívta ide 1738-ban a birtokára a főleg hadifoglyok kiváltásával foglalkozó trinitárius szerzeteseket, akik kolostort építettek a területen. És a külső udvarban van egy egészen különleges szobormix, egészen pontosan egy csobogótól és római kori síremléktől a Nemzeti Színház, az egykori Nemzeti Színház oszlopfőjéig. Az előző egyhelyben már volt arról szó részletesebben is, hogy a Mária Cell, tehát a stájerországi Mária Cell és a Zichy kapcsolata, illetve a helyi német nyelvű lakosság nyomán, hogy lett Mária Cellből kis cell. A kolostor és a templom építése 1745-ben kezdődött meg egy bécsi építész tervei szerint. 1760. szeptemberében szentelték fel, és az addig csak egy kápolnában őrzött Mária Celli Madonna másolatát akkor helyezték el itt a főoltáron. A kriptájában pedig akkor már eltemették gróf Zichy Miklóst. A kriptába egy üveglépcsőn tudunk lejönni, az eredeti csigalépcső másolatával. Ezt rögtön feltűnnek ezek a úgynevezett porosz süveges oszlopok, amik tartják a templomtestet, de hátrébb vannak sokkal robosztusabb, nagyobb óriás pillérek. Ezekre akkor volt szükség, amikor II. József feloszlatta a rendet, és a templomtér átalakult katonai létesítményé, és több szinttel be is építették. A templomteret beépítették, és ezt a megnövekedett súlyterhelést kellett itt lent új támaszokkal kivédeni. Vannak itt még bizáncias jellegű festmények is, de ezek egyáltalán nem eredetiek. Ezek egy román festőcsoport freskó gyakorlataiból maradtak itt. És film. A sejtelmes hangulatban nyugodtan ide képzelhetjük Tom Hanks-et is, aki a 2016-os, a Dan Brown-féle Infernóban menekült itt úgy, mintha a velencei Szent Márk Bazilika altemplomában lenne. A Kisszelének egyébként barlangja is van, pontosabban sziklapincéje, amit már a kolostor építésével egy időben is használtak, méghozzá borospincének. A templomtér ma kiállítótérként funkcionál, és mint ilyen az egyik legszebb, a legérdekesebb Budapesten, ugyanis megmarad valami ebből a méltóságteljes történelmi hangulatból, lecsupaszított falak, óriási belmagasság, valami meghatározhatatlan, de azért őriz abból az egykori szakrális hangulatából. Többször is átépítették, a tornyokat visszabontották, az Zichy síremléket eltávolították, a hatalmas teret pedig szintekre osztották, és az az árkádos diadalív az egyik átalakítás nyoma. A trinitárius rendről azt érdemes tudni, hogy fő tevékenységük a keresztény foglyok kiszabadítása volt, sokszor nem is kis áron. Előfordult, hogy saját maguk léptek a rabok helyébe. 1783-ban aztán pont emiatt oszlatta fel őket II. József, aki azon a véleményen volt, hogy csak a hasznos szerzetes rendeket érdemes megtartani, lásd oktatás vagy gyógyítás. A templom és a rendház a kincsház tulajdonába került, katonai kórház és laktanya lett belőle. Voltak itt francia
hadifoglyok is, de főleg sebesült katonákat láttak el, akik magukkal hozhatták a családjukat is. Az épület az 1890-es évekig, egészen az 1890-es évekig kórházként funkcionált, aztán sokáig elhanyagoltan állt itt, lepusztult, és 1911-ben vette meg egy Schmidt Miksa nevű bécsi bútorgyáros. Ki volt Schmidt Miksa? Eredeti nevén Max Schmidt, bécsi származású lakberendező, majd magyarrá váló bútorgyáros. A szakmáját Bécsben, atya lakberendezési vállalatában és Párizsban tanulta, aztán kastélyok és nagypolgári lakások berendezésével szerzett hírnevet. Vagyonát különleges ingatlanok vásárlására fordította, 1902-ben Budapesten is alapított egy céget, majd 1910-ben vásárolta meg az akkor már jó ideje pusztuló katonai ruharaktárnak használt Kisceli kolostor. Schmidt Miksa átépítette a barokk épületet, és figyelt a művészeti és építészeti értékekre is, mint gyűjtő. Például az akkoriban lebontott bécsi hadügyminisztériumnak 4 óriás kapuját is áthozatta ide, ez az egyik itt mögöttem, és itt tartotta a gyűjteményeit is a Már kastélyban, éremgyűjteményt, festményeket és régészeti értékeket, emlékeket, és természetesen a bútorait, tehát így lett a kolostorból Schmidt kastély. És akkor hirtelen a Mába, az egyik kapu két oldalán egyébként bazsalikom is nő, és mellette a paradicsom töveken az utolsó koktélparadicsomok nőnek. Bár ő maga nem lakott az épületben, gyakran fogadta itt gazdag megrendelőit. Hétvégente pedig a híres hírhet mágnás Elzával mulatta az időt. Krúdi Gyula az akkori mendemondákat szemérmesen fordította a maga nyelvére. Már meglátogatja őt éjszakánként az a gazdag bútorgyáros, aki pervers szenvedélyeiről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtuszkoszorúval érckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Ki volt Mágnás Elza? Szegény paraszti családból érkezett Budapestre szerencsét próbálni, volt cseléd, mosogató, aztán büfédáma, felszolgáló az Orfeumban, és ekkor ismerkedett meg a nála 20 évvel idősebb, későbbi mentorával, Schmidt Miksával. Ez a többé nem járatott mulatokba, a bútorgyáros tartotta el, lakást bérelt neki a mai Bemrakparton. És ez okozta a végzetét is. 1914. január elején egy a Dunába dobott utazókosárban végezte. A gyilkosságot a házvezető nője és annak szeretője egy péksegéd követte el. 1915-ben egyébként a templomtér földszinti részében egy külön kis kápolnát is berendezett Schmidt Miksa kedvese Turcsányi Mágnás Elza emlékére. Schmidt 1935-ös halála után végrendelete értelmében a kastély és kertje, valamint műgyűjteménye a fővárosra szállt. Jött a második világháború, a kastély katonai célponttá vált, az ide költözött rendőrséget célozva lőtték rommá. Aztán 1951 óta működik itt a már Kisceli Múzeum, de 56-ban újabb viharos idők jönnek, állítólag egy hadnagy az alakulatával és a felkelőkkel itt majdnem egy héten keresztül tartotta magát, sőt lőtte a Bécs úton közlekedő orosz-szovjet páncélosokat, akik viszont visszalőttek. Ma a Kisceli Múzeum a Budapesti Történeti Múzeum részeként a főváros egyik legérdekesebb helye és kiállító helye. Van itt például cégérgyűjtemény a főváros kereskedelmi életének emlékeivel. A cégérek azért is érdekesek, mert a régi belvárosokban utcaneveket is kiadtak, így például a pesti belvárosban az Aranykéz utcát, a Fehérhajó utcát, Kígyó utcát, vagy a budai oldalon a Kéggolyóét. És van itt még egy patika is, egy Biedermeier patika is a 19. század elejéről. A Vastus Kosztorit általában legtöbben Bécsből ismerik, ahol a Stefan Kirchével szemben van egy ilyen hasonló. A ő történetük általában az, hogy az arra járó mesterlegények, iparos legények valamilyen oknál fogva vernek bele egy szöget, és ettől a
a fa alap az hirtelen inkább egy ilyen vastúlysúlyos valamivel kezd átalakulni, de volt ilyen Budán is, és Pesten is. A budaiben egy golyób is, egy ágyugolyób is van, a pestiben pedig, a pestin pedig egy lakat, amit megpróbáltak természetesen az iparos legények kinyitni, és ha nem sikerült, akkor kellett ezt a bizonyos szegecset beleverni. A Kiszeli kastély nem csak kiállításoknak ad otthont, az utóbbi évtizedekben egyre többször lett filmek kulisszája is. 2010-ben Angelina Jolie rendezte a szerb-bosnyák háború színtereivé a Vér és a Méz földje című film forgatásán, amiben egy szerb katona próbálja elcsábítani a bosnyák hősnőt. A Jolie film mellett itt forgott még a Hellboy 2, az utolsó Die Hard, valamint a Borgyák sorozat egyes részeit. A Magyar Kincsemben pedig a híres korcsolyázós ismerkedés jelenetet vették itt fel a Kiszeli Múzeum udvarán.